Skriptórium felolvasás. Flanky, időtlen időzítés. Felolvassák Retrotom és szerény jómagam, avagy Flanky. Grigori tűzvirágja nyomán. Egy átlagos lustálkodós vasárnap reggelnek indult minden. Reggeli után kikecmeregtem rágyújtani a kávé mellé a házon tornácára. A házat még nemrég elhunyt anyámtól örököltem. Nem sok mindent kaptam tőle, ezen és a születésemkori tripperen kívül. Na de ennyire ne plagizáljuk túl ezt. Szóval, csak bombán bámultam a szemem elé tárult kihalt utcát, még a tüdőmből kiáramló füst úgy oszlott szét a reggeli párás levegőben, mint tevehere a sósabban. Még pár percig így mozdulatlanul bagóztam. Azt nem merném állítani, gondolkodtam, mert nem vagyok nagyképű, inkább csak egyé váltam a tájjal. Ám a semmit tevésem nem tartott sokáig. Kancsalkanc a postás szállt le pár lépéssel előttem. Nem számítottam semmi óra, mert mint a mondás is tartja, a postás mindig kétszer bang-bang. Jó reggelt! Maga Rocky Hunter, igaz? Kérdezte, míg az egyik szeme függőleges vektor irányába el nem csúszott. Fú, creepy a csaj. Gondoltam, majd torokköszörülés után így válaszoltam. Én lennék, és maga pedig? Derpy Muffins! Egészített ki, majd patámba nyomott egy levelet és távozott Celestia hírével. A levelet kibontva ez az üzenet tárult a szemem elé. Tisztelt Rocky Hunter fejvadász! Lenne egy feladatom a maga számára. Találkozzunk vasárnap délelőtt 10-kor a Százhalompattai téren lévő Grigori kocsmában. Tisztelettel, Francie Pence. Rápillantottam az órámra, és megkönnyebbülten konstatáltam, hogy még csak 8 óra múlt 17 perccel. Abba még bőven belefér pár cigi. A kocsma foliórája pár pillanattal azelőtt ütötte meg a délelőtt 10-et. A kívánatos pincérkanca is nemrég hozta ki a malátos öröm. Szóval minden ideális volt egy tárgyaláshoz valami beképzelt pökhendi arisztokratával, akitől szép summát fogok leakasztani a küldetés után. Már ha túlélem. Erre a szarkasztikus kacajra, mint varázsszóra az ajtó kinyílt, és egy nagyobb darab monoklis unikorni sétált be a helyiségbe. Majd letelepedett a velem szemközti székre. Ön Mr. Rocky Hunter? Csak Rocky, nyugodtan tegezzem. Akkor üdvözlöm, kedves Rocky. Szerény jó magam, Francie Pence lennék. Mondta nyájasan, majd egy bróhufra emelte a patáját, amit lazán lekoccoltam. Kérem, kerüljük a felesleges formaságokat, és térjünk a lényegre. Rendben. Van egy idilli kis nyaralom Ponyville az elvadult rengeteg határán, ahol lassan már 2 éve nem merem betenni a patám, mert hihetetlen módon, amely pónimat eddig oda küldtem, minden nyomtalanul felszívódott. Kedves Fancy, előbb kértem, hogy kerüljük a formaságokat, és térjünk a lényegre. Avagy, mennyit szándékozik fizetni, hogy megoldja a problémáját egy magamfajta szerencsevadász? Tettem fel a kérdést, miközben megengedtem magamnak egy huncut mosolyt kivillantani a Stetson kalapom alól. 3000 bitet ajánlok fel. Legyen 2000 most, előleg gyanánt, és 5000, ha sikeresen végrehajtom a feladatot. Fancy meglepődött a hirtelen válaszom hallatán, de úgy látszik számított valami ilyesmire, mert hamar összeszedte a gondolatait és reagált. Hát legyen, úgy vélem, háza hírné vár. Kedves Rocky Hunter. Két nap utazás után végre elértem Ponyville-be. Hát mit ne mondjak, megkönnyebbülés volt. És már úgy is untam magam, hogy a tűzvirágos munkámot a semmi izgalom nem keresztezte a mindennapjaimat. A munka maga, amit kaptam, elég rejtélyes, ezt meg kell hagyni neki. Bárki ment eddig oda, nyomtalanul eltűnt. Se nyom, se túlélő. De még egyetlen egy hírmondója sem maradt az esetnek, amiből bármilyen következtetés le lehetne vonni. Ha csak nem egy pszichopata őrült kanca költözött be a falak közé, aki élvezetből cupcase-t játszik az arra tévedőkkel, akkor fogalmam sincs, mi a fenés fészek történhetett ott. Na de hát, nem ezért vagyok itt, hogy ezt kiderítsem? Na de kicsit a gondolatokat hagyjuk, hadd szálljanak a szabad szélben, és térjünk vissza a materialista világba. Szóval, amint Ponyville utcáin ballaktam, mint a katona, és számból lógott a csutora, hirtelen elkapott az éjség. Vagy ahogy mifelénk mondják falusiason, megehültem.
Be is tértem tüstént a közeli kocka cukorsarokba, és benyomtam vagy fél mázsányi epres muffint. Zaba közben nem kis meglepetésemre megpillantottam egyik volt kolléginámat, akivel vagy 10 éve nem találkoztam már. Picit idegesnek tűnt, amikor megszólítottam. Lecsitított, majd a patámba nyomott egy fecnit, amin egy címált és egy időpont, majd sietősen távozott. Ezt meg mi a lópikula lelhette? Tettem fel leginkább csak magamnak eme költői kérdést. A fecni lezárt. 20.12 Ponyville, Boldogság utca 17, este 10 óra. Nos, mivel időm mint a tenger, gondoltam belefér ez a ma esti kiruccanás ex-kollegina kanca barátos névnál. De hogy addig se unatkozzak, elnéztem a közeli Every Pony's Gay for Braeburn nevű bárba, egy kis szórakozást keresvén. Este 10-kor a megadott időpontban, a megadott címen voltam. Kopogtattam, majd az ajtó kitárult. Ó, oh, szia Sweet Drops, jó téged újra látni. Psst, ne használd ezt a nevem, hívj Bombonnak. Mondta suttogva, majd megfogta a vállam, és egy erőteljes mozdulattal a nappaliba lévő kanapéra invitált. Miközben vagy 5 méteren keresztül pegazusként szárnyaltam. Ekkorát vetett rajtam. Ne haragudj, hogy csak így áthajítottalak a fél lakáson. Apologizált pironkodva Sweet Drops, vagy Bombon. No para. Amúgy, mi ez a névváltozás és titkolózás? Á, hosszú történet. Szabadúszóból ügynök lettem egy Canterlot-i ügynökségnél, egy csúnyán végződött bugbear sztori, most meg tanúvédelmi programban vagyok. Aha, jó megdolgozhatott az a bugbear, ha el kellett rejtőznöd előle. De annyira nem dolgozott meg, mint te. Jelentette ki Huncutól egy pajkos kis kacsintással megtoldva. Helyes. És te mi áradban vagy ilyen messze Vancouvertől? Meló, mint mindig. Szóval még mindig űzöd az ipart. Nem vagy semmi? Ah, valamiből meg kell élni, és valamiben bele is kell halni. Na, és mesélj, milyen ügyön dolgozol? Van az elvadult rengeteg határán Fancy Pants-nek egy villája, ahonnan az utóbbi 2 évben rejtélyesen minden póni eltűnt, aki csak betette oda a lábát. Ezt a rejtét kéne felderítenem és megoldanom. Nincs kedved segédpatát nyújtani? Én már felhagytam ezzel a szakmával, és kicsit betenne a tanúvédelmi programomnak is, szóval bocs drágám, de ezt most kihagyom. Válaszolta még mindig egy kis enyhe huncutsággal megfűszerezett hangján. Ezután még éjfélig elbeszélgettünk Sweet Drops-szal, azaz Bombonnal. Időközben megjött a lakótársa, egy kis csinos ment a zöld unikorn is. Ha jól emlékszem, Lia, vagy talán Lyra volt a neve, a lényegtelen. Az éjszakába folyó beszélgetésünk közben előkerült pár üveg almabor is, ami állítása szerint a hely specialitása. Szószót követett, és reggelre azon kaptam magam, hogy angolosan kellett az ágyából távoznom. Mert hát, a búcsúzkodás sosem volt a kedvenc tevékenységeim között. Szóval, szedtem a sátorfámat, és megcéloztam azt a sokat emlegetett villát a Nagyrejtéllyel Egyetemben. A házból kifelé menett egy vén unikorn is, aki amúgy meglepően hasonlított rám, megkért, hogy adjak át egy levelet Sweet Drops-nak. Majd a kezembe nyomta. Érdekes. Mintha este azt mondta volna, hogy senki sem ismeri az igazi nevét, csak Bombonnak szólítják. Mindegy. Beroptam a levelet a postaládába, és elindultam az elvadult rengeteg felé. Laza tempó mellett 2,5 órás sétát követve meg is érkeztem a villához, ahova útközben egy szintén Stetson kalapos narancsszínű farmer kanca útmutatása segített eljutni. Hát igen, ez egy tipikus arisztokrata kulipintyó volt. 2 emeletes balkonnal és medencével ellátott fehér márványvilla, amit az utóbbi években minimális szinten felvett a gaz és néhány lián. Körbejártam párszor az egész épületet és a körülötte elterülő tisztást. Dulakolásra utaló nyomokat, vagy holttestől kezdve semmit sem találtam, ami arra utalt volna, hogy itt valakit öltek, vagy faltak volna fel az erdő különféle mutáns élőlényei. Ezzel ellentétben viszont táskák és cuccok tömkelege volt a villába. Mintha annyira sietősen távoztak volna, hogy még ezeket megmozdítani se lett volna idejük. Még egyszer alaposan körbevizslattam a házat. Jobban megnézve a fehér márvány kezdett kicsit sötétebb árnyalatot felvenni. De ez betudható volt a természet rovására.
Az egyik balkonon és a bejárat ajtó mellett mindkét oldalt egy abszolút nem odaillő, első ránézésre gránitból készült, a szemét eltakaró Pegazus szobor állt. Ej, ezek az arisztokraták, mikben nem lelik örömüket. Ezen felül a kinti medence poshat víze mellett díszelget még egy szökőkút. Ez is márványból. Ám amint harmadjára is átvizslattam az épületet, az egyik szobába találtam egy gramofont, rajta egy bakelit lemezzel. Buli, buli! Majd elindítottam, ám meglepetésemre nem zene, hanem egy ismeretlen póni hangja köszönt vissza a lemezről. Figyeljen! Az élete múlhat ezen! Ne pislancson! Eszébe ne jusson! Ha pislant, meghal! Gyorsak! Gyorsabbak, mint képzeli! Ne fordítson hátat! Ne nézzen félre, és nehogy pislancson! Drukkolok! Na ez meg mit akar jelenteni? Csattantam fel, ám hirtelen lenge fuvalatot véltem észlelni mögülem. Megfordultam, és majdnem kiugrott a szívem a helyéről. A kinti Pegazus szobrok megmozdultak, és vicsorgó ábrázattal körbevettek. És ekkor elkövettem a legnagyobb hibát, amit csak tehettem. Pislantottam. Émelyekbe tértem magamhoz a puha pázsiton elterülve. Nagy nehezen összeszedtem a gondolataimat, és persze magamat is, és feltápászkodtam. Olyan furcsa déjà vu érzésem volt, mintha jártam már volna ezen a tisztáson. És akkor beugrott, hogy pont olyan, mint ahol a villa is állt, nem is olyan régen. Csak az épület sehol, sőt, még a fák is úgymond mások. Sőt, jobban mondva fejletlenebbek voltak. Ekkor furcsa, csipogó, gépies hangra lettem figyelmes. A hang felé fordultam, és megpillantottam egy barna csődöt, patái közt valami olyasmi ketyerével, amit pigyó felügyelő is megirigyelt volna. Mögötte ügetett egy kanca is, majd megszólalt a barna csődör. Maga is pislantott. Mi van? Hol vagyok, és mik voltak ezek a parás szobrok? Azok nem szobrok voltak, hanem síró pegazusok. Ők az atom és mágia keveredésétől megbolondult világalkotta anomáliák, egy kvantum zár alá helyezett faj, a csendes gyilkosok. Úgy táplálkoznak, hogy visszaküldik az időben az áldozatukat, és fennmaradt energiákat bekebelezik. Maga kérem... Majd rápillantott a karórájára. 38 évet repült vissza az időben. Hogy mi? Nem, nem, ez lehetetlen. Ki maga, és honnan tud ennyit ezekről? Én vagyok a doktor. Doktor ki? Nos, nemes egyszerűséggel, csak doktor. Időutazó póni vagyok, s ő itt mellettem a társam, Dörpi. Ha maga időutazó, akkor haza is tud vinni. Ez nem ilyen egyszerű, sajnos nem tudom visszavinni, mert akkor maga is egy anomália lenne a saját idejében, és ezen felül a jövőben maradt az időgépem, na, de nem is ez a lényeg. Hanem mi? Át kéne adni egy üzenetet Sweet Drops ügynöknek, pontosan 38 év múlva. Van, Finn.